Volt egyszer egy csizmadia, meg egy varga. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a csizmadia a vargának. Az ördög éhezzék többet, komám. Nem megy a mesterség, hát szerezzünk pénzt úgy, ahogy lehet. Összeülnek, tanakodnak, s kifundálják, hogy a varga a bíró 6 szép pejcsikaját elvezeti az erdőbe, ott egy jó, sűrű helyen fához köti, a csizmadia pedig egy régi könyvből, mintha csak abba bele volna írva, kiolvassa jó pénzért a bírónak, hogy hol találhatja meg a lovait. Hát éppen úgy csinálták, ahogy elegyeztek egymás közt. A varga elvezette a bíró 6 lovát, vitte az erdőbe, s ott egy jó, sűrű helyen megkötötte egy fához. Keresik a lovakat mindenfelé, elmennek a 7. vármegyébe is, nem találják. Bezzeg ment a csizmadia a bíróhoz, s mondta. No, bíró uram, mit fizet, ha nyomra vezetem? Ígért a bíró 300 forintot. Azzal csak elévett a csizmadia egy régi könyvet, tele volt az írva nagy ákombákon betűkkel, s elkezdett silabizálni. Oda fel a havason, fenyőpatakától 100 lépésre, annak a nagy sűrűségnek a közepén, egy bükkfához van kötve mind a 6 ló. Ottan megtalálják. Neki készül az egész falu, mennek mind az erdőbe, ki fokossal, ki baltával, ki kétágú villával. Hát, amikor odaértek, szemük szájuk elállott az álmélkodástól. Csak ugyan ott volt mind a 6 ló egy bükkfához kötve. A bíró nagy örömében mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 forintot, s híre ment az egész országban, még azon túl, hogy prücsök uramnak, mert így hívták a csizmadiát, van egy mágiás könyve, s olyan nem történhetik a világon, hogy ő abból a könyvből ki ne olvassa. Meghallja ezt a király is, s megörült erősen, mert a királyné éppen akkoriban vesztette el a legkedvesebb gyűrűjét, s egész betege lett, annyit sírt miatta. Azt mondták a doktorok, hogy azt a gyűrűt a föld feneke alól is elé kell keríteni, mert különben a királyné meghal szörnyű bánatában. Na, a király egyszeriben befogad 6 aranyszőrű paripát bársonyos, üveges hintóba, s küld a hintóval egy regement katonát, nehogy prücsök uramnak valami baja essék. Megérkezik a hintó prücsök uramhoz, kiszáll belőle az udvarmester, mert az ült benne, s jelenti nagy alázatosan prücsöknek, hogy a király küldött érte, ne is gondolkozzék, csak vegye a mágiás könyvét, üljön a hintóba, s jöjjön, mert nagy baj van az udvarban, azon csak ő segíthet egyedül. Haj, Istenem, megijedt prücsök, kékült, zöldült, reszketett, mint a nyárfa levél. Most kitudódik az ő hitványsága. Elkezdett szabadkozni, hogy tudám ő valamit, de nem sokat. A mágiás könyvét, amiben a tudománya volt, elvesztette. Már tud vagy nem, mondta az udvarmester, Kennek jönnie kell, prücsök uram, mert ha Ken nélkül megyek vissza, a király fejemet veteti. Mit volt, mit tenni, menni kellett prücsöknek. Keserves könyhullatások közt elbúcsúzott a feleségétől, a gyermekeitől, el a varga komájától, hogy őt jól megnézzék most, mert többet úgy se látják. Beült a bársonyos hintóba nagy búsan, egész úton szavát sem vehette az udvarmester. Megérkeznek az udvarba, ott a király nagy örömmel fogadja. Isten hozta Kendet, híres prücsök János, s mindjárt elmondja, hogy mi történt. Ezelőtt egy héttel úgy eltűnt a királyné legkedvesebb gyűrűje, mintha föld nyelte volna el. Úgy tudja meg, prücsök uram, ha megtalálja ezt a gyűrűt, 6 szekér aranyat méretek Kennek, mondja prücsök János. Megpróbálom, felséges királyom, ám bátor, nem hiszem, hogy megtalálom. Aztán arra kérte a királyt, hogy csak zárassa be őt egy szobába, hadd gondolkozzék ott 3 napig.
Beleegyezett a király jó szívvel, hogy ne egyezett volna. Bevezette Prücsök uramat a legszebb szobába, ott a leültette aranylócára, s küldött neki annyi ételt, italt, hogy azt se tudta szegény feje, mit egyék, igyék. Eltelik egy nap, de Prücsök uram nem talált ki semmit. Nem is gondolkozott, hiszen úgyis hiába való lett volna. Eltelik a második nap, jő a harmadik, s szörnyű nagy búnak ereszkedett szegény Prücsök. Hely, Istenem, Istenem, gondolta magában. Ennek a jó életnek mindjárt vége lesz, s ha ki nem találom, hol a gyűrű, a király még karóba húzatja a fejemet szörnyű nagy haragjában. Mit gondolt, mit nem, harmadik este, mikor az utolsó vacsorát hozták, azt gondolja magában, hogy megszámlálja, hány fogást eszik utoljára. Bejön az inas az első fogással, s azt mondja Prücsök hangosan. Itt jön az első. De az inas erre a szóra úgy megijedt, hogy szinte leejtette a tányért a kezéből. Kiszalad a konyhára, nagy lelkendezve, s mondja a szakácsnak meg a kuktának, jaj, jaj, végünk van, az a mágiás ember tudja, hogy mi loptuk el a gyűrűt. Mert közbe legyen mondva, csak ugyanaz inas, a szakács meg a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Hát honnét tudja, mit mondott? Kérdezte a szakács. Azt mondta, itt jön az első. Megegyeznek, hogy a második fogást vigye be a szakács. Hadd lássák, mondd-e annak valamit. Amint belép a szakács, mondja Prücsök uram. Itt jön a második. Nagy ijettel lecsapja a szakács a tányért, kiszalad a konyhára. Jaj, végünk van, igazán tudja, hogy mi loptuk el. Nekem azt mondta, itt jő a második. Na majd meglátom, mit mond nekem, mondotta a kukta, s ő ment be a harmadik fogással. Bezzeg, hogy azt mondta, itt jön a harmadik. De már a kukta úgy megijedt, hogy a kezéből kiesett a tányér. Térdre esett Prücsök uram előtt, s megvallotta nagy sírva, hogy ők lopták el hárman a gyűrűt. Arra beszaladt a szakács is, az inas is, azok is térdre estek előtte, s összetett kézzel kérték, hogy ne árulja el, s adnak hárman 300-300 forintot. Gondolta magában Prücsök, az is jó a 6 szekér arany mellett. Előadta a gyűrűt, aztán beledugta egy jó darab kenyérbélbe, s mikor éppen az ablaka alatt mentek el a király pulykái, a kenyérbelét ledobta. Ott mindjárt fölkapta egy nagy pulyka, s lenyelte. Ment mindjárt Prücsök uram nagy örömmel a királyhoz. Felséges királyom, megvan a gyűrű, ölesse le azt a pulykát, ni, annak a zuzájában megtalálja. Megöletik a pulykát, felhasítják a zuzáját, s hát csak ugyan kifordul belőle a karika gyűrű. Szaladnak a gyűrűvel a királynéhoz. Felséges királyné, megvan a gyűrű, s hát abban a szempillantásban, mintha csak letörölték volna róla a betegséget, egyszeriben felvidult, jobban lett. De hiszen lett egyszerre Prücsök uramnak becsülete. 6 nagy szekeret színig töltetett arannyal a király. Bársonyos hintóba ültette Prücsök uramat, melléje rendelte az udvarmestert, s egy regiment katonát, nehogy a temérdek sok aranyat elrabolhassák. Amint mennek az úton, egyszerre csak mi jut, mi nem jut az udvarmester eszébe. Gondolja magában, megállj, te mágiás csizmadia, megtréfállak. Leszáll a hintóból, meglát a földön egy prücsköt, fölveszi, jószorosan a markába szorítja, s kérdi Prücsök uramtól. Na, Prücsök uram, ha olyan nagy a tudománya, mondja meg, hogy mi van a markomban. Gondolkozik Prücsök, vakarja a fejét, s azt mondja nagy kínjában. Na most, Prücsök, megszorultál? Azám, mondja az udvarmester, csak ugyan Prücsök van a markomban, mégis nagy a kent tudománya. Azzal kinyitja a markát, s mutatja Prücsök uramnak. Itt a Prücsök. Eközben hazaértek, behordották Prücsök uram házába a tenger sok aranyat, összecsüldült csodájára az egész falu. De bezzeg Prücsök uram nem sajnálta az aranyat,
két marékkal osztotta boldognak, boldogtalannak. Legtöbbet adott a vargának, a varga után a bírónak. De jövendőmondásért hiába jöttek hozzá, mindenkinek azt mondta, elveszett a mágiás könyv. Ha a mágiás könyv el nem veszett volna, az én mesém is tovább tartott volna.